Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Channeling a Bibliából. Röviden elmondanám újra, hogyan jutottam el ehhez a forráshoz. Az anyukám 2002-ben halt meg. Akkor szomorú voltam. A Biblia, a hitem, a Jóisten segített nekem, illetve még mindig segít. Annak idején jött egy ötlet. Fogtam a nyakláncomat, hiszen nem volt annak idején ingám, nem is tudtam, hogy mi az inga, és kinyitottam a Bibliát, a nyaklánc úgy mozgott ki, mint egy inga, holott annak idején ezt én nem ismertem, és láttam a könyvben, hogy bizonyos szavak vagy egy mondat jelenik meg, kaptam üzeneteket. Ez alatt az idő alatt voltak bizonyos gondolatok is, mintha kívülről jött volna. És így tudtam beszélni a Bibliával. Ez volt számomra a forrás, egy égi üzenet. Kerestem is ezt a kapcsolatot. Ez, amit így naponta mutatok, hogy milyen üzenet jön, nem tudom, hiszen én ezt nem tudom befolyásolni. Megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes üzenetet a Bibliából. Mint egy energiai egyensúly, a díjam 4000 forint. Mielőtt kinyitanám a Bibliát, szeretnék még valamit közölni. A mai napon március 2-a van, amikor ezt a felvételt készítem. Március 3-án van egy Lilith energia. Ez a Lilith energia, ez kiváltja nálunk az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, de úgy érezzük ezen a napon, tehát 3-án, mintha ez nem tudna megvalósítani. Tehát feladjuk a hitünket. Az is lehet, hogy mások befolyásolnak bennünket, és azt mondják, ne álmodolsz, ebből úgysem lesz semmi. Tehát kell, hogy erősítsük a hitünket. És most kinyitom a Bibliát, kíváncsi vagyok, mi a mai üzenet. Te hamarosan fogsz valamit hallani. Figyelj oda erre. Nem csak ez a hír fontos számodra, hanem az is, amit majd látni fogsz a közeljövőben. A környezetedben, ott, ahol élsz, vannak még igazságtalanságok. Ez kihat rád is, kihat a sorsodra. Ez zavar téged, de javulni fog a helyzet. Kiderül az igazság.
Vannak tervek nálad, amit szeretnél megvalósítani. Kell még egy kis türelem, de ez a terv megvalósítható. Valami még elszomorít téged, hiszen sírsz. Az angyal, az őr angyalod ott van a közelben. Óv téged, segíteni fog neked. Még vannak nálad álmatlan éjszakák, vagy szomorúság. Ez javulni fog. Hamarosan meg lesz az életerőd, valami lelkesíteni fog téged. Valaki közeledik hozzád, vagy meglátogat téged, akkor is, ha kicsit bizonytalan vagy, megbízhatsz ebben a személyben. Te jelenleg szomorú vagy, fáradt vagy, vagy kimerült, ami fontos most így a napokban, hogy pihent ki magadat. És ez volt az üzenet a Bibliából. Köszönöm a figyelmedet, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendel rám!